elkészülni. Úszó verseny a karcagi úszodában hagyományos, mondhatni egyáltalán nem rendkívüli esemény. A mostani azonban egy kicsit más, mint az eddigiek. Egy jelentős évfordulója van a Karcagi Sportegyesület Karcagváros úszó életének. Nagyjából 30 évvel ezelőtt, valamivel több mint 30 évvel ezelőtt Karcagra érkezett egy úszó szakember a szomszéd városból, és úgy gondolta, hogy Karcagon fog letelepedni, Karcagon fog remélhetőleg családot alapítani, és Karcagon fog szakmai munkát végezni. A Karcagi Sportegyesületben elkezdődött egy olyan szakmai munka, amely ezt a 30 évet, vagy több mint 30 évet megelőzően nem volt. Abban az időben készült el a városi gyógyfürdőben az uszoda, és ebben az uszodában kezdte meg működését a Karcagi Sportegyesület úszó szakosztálya. Az első versenyt abban a medencében 30 évvel ezelőtt rendezte meg a város először, és lehet, hogy azok között, akik most itt vannak szülőként, nagyszülőként, már lehet, hogy akkor is itt voltak, esetleg versenyzőként vagy szülőként. Az 1990-91-es tanévben érkezett a Győrfi iskolába fiatal testnevelőként Keserű Sándor, aki meghonosította Karcagon a szakszerű úszásoktatást. Akkor még a mai úszoda nem is létezett. Annak idején még testnevelés órák és délutáni foglalkozások keretében a szülők áldozatvállalásával autóbusszal jártak át Püspökladányba. Eredménnyel, hiszen már akkor voltak versenyek, és voltak eredményeink. És ez az iskolának rangot adott. Úszóosztályaink léteztek, úszóosztályokból nagyon sok tehetséges sportoló került ki, aki tovább vitte a városnak, illetve az iskolának az eredményeit. A több mint három évtized alatt több száz, de meg lehet ezres nagyságrendben tanított meg úszni karcagi iskolásokat a ma is fiatalos testnevelő edző. Ezt a 30 évet szeretnénk megköszönni így rögtön a verseny legelején. Kívánunk neki nagyon sok szakmai sikert, kitartást, erőt, egészséget, és még hosszú-hosszú úszó éveket itt a karcagi úszodában. Gratulálunk, Sanyi, és köszönjük szépen! Teljesen természetes, hogy valamennyi tanítványából nem lett él sportoló, viszont versenyzői szekérderéknyi érmet, számtalan értékes helyezést szereztek a különböző versenyeken, és aki nem állhatott soha dobogóra, az is megtanult Keserű Sándor keze alatt vízbiztosan úszni.